most a KDNP képviselőnek, Simicskó Istvánnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Fontos és szép gesztus volt, hogy a mai ülésen a házelnök úr megköszönte a tűzoltók és a katasztrófavédők áldozatos munkáját. Valóban Szent Flórián napja van, úgy illendő, hogy odafigyeljünk rájuk, és ezt a köszönetet itt a parlamentben is elmondjuk. Én magam is a mai napot az újbudai tűzoltóknál kezdtem, ahol megköszöntem az áldozatos munkájukat. Tisztelt képviselőtársaim, fontos, hogy ebben a házban a törvények vitájánál hozzászóljanak, törvénymódosításoknál különböző viták hangzanak el, országgyűlési határozatokat hozunk, politikai viták terepe is a parlament, sok esetben személyeskedéseké és bekiabálásoké, de fontos, hogy képesek legyünk a köszönet és a tisztelet hangját is megütnünk. Az én napirend előttim is erről szól, hiszen szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt hónapokban, hetekben aktívan közreműködött a járványhelyzetben, és helytállt, segítette az embereket, az állampolgárokat. Köszönet azon embereknek, akik nemzeti közösségünket szolgálják, úgymond normál békei időszakban is teszik a dolgukat, a nap 24 órájában a tűzoltók, a rendőrök, a katonák, az orvosok, az ápolók és sokan mások, akik ebben a rendkívüli helyzetben is helytállnak. Tisztelt képviselőtársaim, a tűzoltók védőszentje Szent Flórián, aki nem más, mint a bátor önfeláldozás példaképe, hiszen a római hadseregben százorvosként használt, majd amikor Dioklecianus üldözte a keresztényeket, akkor ő maga állt ki, és megvallotta hitét, és vértanú lett. Fontos, hogy az ápolókat, a gyógyítókat, az orvosokat tiszteljük, hiszen ők rendelkeznek azzal a tudással, azzal a képességgel, hogyha bajba jutunk és betegek leszünk, vagy szeretteink betegek lesznek, akkor ők tudják gyógyítani őket. Hippokratész egyenesen úgy fogalmazott, hogy nem elég a tudás, a mesterségbéli felkészültség, sok fordul meg az orvos egyéniségén. Csak jó ember lehet jó orvos, mondta Hippokratész. Igen, tisztelt képviselőtársam, bajban, veszélyben mutatkozik meg valójában, hogy ki milyen ember. Különösen igaz mindez napjainkban. 2020-as év hihetetlen válságot hozott Európában és a világban. 100 éve nem látott világjárványnak lehetünk tanúi. Emberpróbáló időszak mindannyiunk számára és mindenki számára, minden állam számára, állampolgárok számára, nemzetek számára és nemzetközi szervezetek számára is. Tisztelt képviselőtársaim, Kolping úgy fogalmazott, hogy egyet kér a Jóistentől, felismerni saját korának bajait és orvosolni azokat. Nincs még vége a járványnak, de köszönet jár mindenkinek, akik képesek voltak segíteni. Az Egyesült Államokban úgy mondják, hogy fölhúztak egy kiváló és szép és gyönyörű szobrot a keleti parton, ez a szabadság szobra. Ma már egyre gyakrabban mondják, hogy jó lenne és ideje lenne fölhúzni egy legalább ekkora szobrot a nyugati parton, de ezt már nem a szabadság szobornak kell nevezni, hanem a felelősség szobrának. Hiszen valóban felelősséggel tartozunk, talán jobban, mint valaha, mindannyian, az emberiség jövőért, nemzetünk jövőért. Egymás iránti felelősség. Köszönet a helytállásért az önkénteseknek, az ápolóknak, az orvosoknak, a pedagógusoknak, a bolti eladóknak, az áruházi dolgozóknak, a tömegközlekedésben helytállóknak. Köszönet állampolgártársainknak, az embereknek a türelemért, és azért, hogy a kormány szabályozó intézkedéseit, korlátozó intézkedéseit betartották és betartják, vállalják ezt a küzdelmet ők is a maguk erejéből és a maguk házatáján. Engedjék meg, hogy megköszönjem a kormánynak is a munkáját, a tevékenységét, hiszen az elmúlt 10 évben folyamatos válságon lett úrrá a kormány. Megörököltünk egy gazdasági válságot. 2010-ben ezzel indultunk, az embereket védelmezte a kormány és segítette. Árvízi védekezésben, segítette a vörösiszap katasztrófa során, és most itt van egy világjárvány, amiben ismét helyt kell állni. És engedjék meg, külön hadd köszönjem meg a külügyminiszter úrnak és külügyminisztériumnak, hogy valóban nem csak hogy hazahozta a magyar állampolgárokat, akik külföldön rekedtek ebben a járványhelyzetben, a világválság közepette, hanem gondoskodott arról, hogy közel 100 millió védőmaszk és felszerelés érkezzen be az országba, hogy el legyenek látva az orvosok, a kórházak és sokan mások, akik erre rászorulnak, hogy a védekezés hatékony legyen a járvány megfékezésében.
Pál apostol úgy fogalmaz, viseljetek gondot magatokra, erősítsétek meg magatokat, és viseljetek gondot a nyájra. Viseljünk gondot mindannyiunkra, minden magyar ember számít. Nyilván nincs még vége, a tapasztalatok összegzése fontos, és én bízom benne, hogy a tapasztalatok és a tanúságok összegzése meg fog következni, és ezen keresztül Magyarország még erősebb lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A kormány nevében ismét Szijjártó Péter miniszter úr fog reagálni. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. A világjárvány egy olyan helyzetet idézett elő mindenki számára, amilyen helyzetben korábban még soha nem voltunk. Önnek igaza van abban, hogy 2010 óta folyamatos válsághelyzetek és kihívások közepette kell tenni a dolgunkat, de talán nem túlzok akkor, amikor azt mondom, hogy ilyen összetett válsághelyzettel, ilyen összetett kihívásokkal kormányzásunk kezdete óta talán nem találkoztunk. Önnek igaza van abban, hogy 2010-ben egy mély gazdasági válságban volt Magyarország. Emlékezhetünk arra, hogy Magyarország előbb szorult az IMF lélegeztetőgépére, mint Görögország. Emlékezhetünk arra, hogy 12% fölött volt a munkanélküliség. Emlékezhetünk arra, hogy 86% fölött volt az államadósság. 7% körül az adott pillanatban a költségvetési deficit, és emlékezhetünk arra is, hogy nagyon kevesen voltak az úgynevezett szakértők között azok, akik bár nagy tekintéllyel rendelkeznek és rendelkeztek, de akár egy pici esélyt is adtak volna nekünk, nem hogy a kilábalásra, hanem arra, hogy 10 esztendő elteltével elmondhatjuk, hogy a tavalyi év végén Magyarország mutatta fel a leggyorsabb gazdasági növekedési ütemet az Európai Unióban. Persze ugyanazok, akik akkor az intézkedéseink ellen érveltek, ugyanazok, akik azt mondták, hogy ez nem fog működni, most ugyanolyan önbizalommal adnak tanácsokat, adnak interjúkat és értékelik a helyzetet, és mondják el, hogy most sem fog működni. Reméljük, hogy pont úgy lesz igazuk, mint ahogyan 2010-ben volt az, amikor tökéletesen az ellenkezője jött be annak, amit a nagy tekintélyű, kiváló közgazdász szakértők elmondtak. Aztán 2015-ben jött a migrációs válság, amikor világossá vált, hogy egy korábban kevésbé tapasztalt biztonsági és kulturális kockázattal és fenyegetéssel nézünk szembe. Emlékezhetünk akkor is arra, hogy kik voltak azok, akik Magyarország sikerének tekintetében ellen érdekeltek voltak, és mindez igaz a mai napig is. Emlékezhetünk arra, hogy kik kritizáltak minket a lehető leghangosabban Brüsszelben és az európai nyilvánosságban, és emlékezhetünk arra is, hogy ehhez a tüzet kik szították itthon. És most itt vagyunk 2020-ban, amikor egy komplex gazdasági, egészségügyi és minden másfajta hatással és kihívásokkal együtt járó válsággal állunk szemben. És láthatjuk azt is, hogy most is vannak olyanok, akik Magyarország és a magyar emberek sikerében érdekeltek, és vannak olyanok is, akik mindebben ellen érdekeltek. Ön felhozta, tisztelt képviselő úr, a külföldön rekedt magyarok kérdését. Valóban, amióta kitört a világjárvány, azóta 9399 magyar állampolgárt hoztunk haza, akik önhibájukon kívül külföldön rekedtek, akik nem tudtak hazajönni a polgári kereskedelmi légiközlekedést érintő szigorító intézkedések életbe léptetése miatt. És még most is, tisztelt képviselő úr, dacára annak, hogy 9399 magyar állampolgárt már hazahoztunk, további 740 magyar ember hazatérésén dolgozunk. Tisztelettel tájékoztatom önöket arról, hogy az Egyesült Államokban rekedt magyarok hazaszállítása érdekében ezen a héten is
külön repülőgépet fogunk indítani. Ez a külön repülőgép nem csak az Egyesült Államokban, illetve Kanadában rekedt magyarokat hoz haza, összességében 94-et, hanem rajtuk kívül 15 szlovák, 4 szlovén állampolgár hazahozatalában is közre fogunk működni, mert ha valamikor, akkor ilyenkor van szükség a közép-európai összefogásra. És szeretném elmondani önnek azt is, tisztelt képviselő úr, hogy valószínűleg itt ezen ház falai között mindenki egyetértett önnel akkor, amikor arról beszélt, hogy a magyar emberek megvédésének érdekében komoly áldozatokat hozó, rendkívül sokat és hősiesen dolgozó orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tűzoltóknak és katonáknak, valamint az önkénteseknek mindannyian őszinte hálával tartozunk. Köszönöm figyelmüket!